Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, önök Művészváros című magazinműsorunkat látják. Mai adásunkban két Ferenci Múzeumi Centrum által szervezett eseményről láthatnak összefoglalót, az egyik egy filmbemutató lesz, majd egy mini maratoni tálatvezetés részévé válhatunk. Tartsanak velünk! Forgács Péterrel Saját halál című filméről tartottak beszélgetést vasárnap a Művészetmalomban. A jelenlévők a film levetítése után a nagy múltú Balázs Béla stúdióról is sok mindent megtudhattak. A kép és a mozgókép együttes üzenete jelent meg a Művészetmalom az Életvendégei című tárlatán, ami a hétvégén zárult filmvetítéssel, beszélgetéssel. Közel 50 év film különlegességeit mutatta be a Ferenci Múzeumi Centrum legutóbbi tárlata, ahol a finisztázson két filmet nézhetett meg a közönség, akik az alkotókkal, a rendezőkkel is beszélgethettek a háttérinformációkról. A záróesemény meghívott vendége az egyik alkotó, Forgács Péter rendező volt, akire nagy hatással volt saját élethelyzetén kívül Nádas Péter Saját halál című könyve, ami alapján a vasárnap Szentendrén látható, a kiállításban is szereplő film született. A film kiállítást azt Zoli szervezte, és nem tudtam, hogy be van válogatva, csak akkor, amikor megnyílt. Nagyon örültem neki, nem fontos a nézőnek és az olvasónak hozzá kerülni, közel kerülni a halálhoz egyáltalán. Ez attól függ, hogy ki a néző és ki az olvasó. Engem történetesen ez a könyv, Nádas könyve, azért ragadott meg, és azért készítettem belőle egy fotófilmet tulajdonképpen, mert misztikus módon ugyanabban az évben, 1993-ban volt az ő szívrohama, amért klinikai halálba került, és nekem egy orvosi műhiba miatt ugyancsak volt egy klinikai halálom ugyanabban az évben. Ebből készítettem egy installációt, ami remélhetőleg itt ki lesz állítva, októberben, ebben a térben is. De amikor olvastam ezt a könyvet, akkor megláttam a filmet, ami a fejemben volt, mert előjöttek, tehát a remek, a fantasztikus szöveg fölélesztette a saját élményemet, és értettem olvasás közben, ilyen heurisztikus élményem volt. Aha, ja, tényleg, aha. Szóval ez a könyv egy különös könyv, ő a fára, a kertjében növő vadkörtefára alapozta. Tehát ebben a könyvben csak az a szöveg, ami nem hosszú. És az ő polaroid fotói vannak erről a fáról. És azt gondoltam, hogy ez a párosítás, amit ő, Nádas létrehozott, az egyszerűen remek, mert az imaginációnak hagyja. És fölmerült a kérdés, hogyan lehet egy olyan filmet készíteni, ami megőrzi az imaginációt, a nézőjét. Nem didaktikusan, mert nem is lehet erről beszélni, hanem tényleg mi lehet az emberi fejben? Mi történik közben velem, amikor olvasom ezt a könyvet? És miután semmi naturalista, oktatófilmet, vagy szórakoztatóipari terméket nem szerettem volna készíteni. Ezért egy különös utat kellett, hogy válasszak, mégpedig van egy fantasztikus francia filmes,
a Chris Marker, aki egy francia arisztokrata volt, a francia ellenállásban volt, fantasztikus filmes és fotós volt. És ő készített 1961 vagy 4-ben egy fotófilmet, ami fotóra épül, La Jetée, a kifutó, a repülőgép kifutó pálya. 15-16 éves korukban a gimnáziumban beszélt egy osztálytársával, és azt mondta, hogy szerinte lehet fotóból filmet csinálni, fotó alapján. Az azt mondta, nem, fogadjunk. És a Chris 16-os kamerával leforgatta, zseniális a film. Tényleg zseniális a film, a fotók is. És rájöttem, hogy ahhoz, hogy egy kontemplatív film jöjjön létre, nem lehet leforgatni azt, hogy valaki mit képzel, hanem egy imaginárius teret kell létrehozni a fotók által, és abban be kell mozgatni, hogy nem a szöveget illusztrálom, hanem összerakom. Ennek a filmnek ez a titka és ereje. Mi volt az, amivel azt mondtad, hogy ezek már elkészült filmek, lényegében új filmet kell létrehozni belőle, és ugye itt már nem egyszerűen egy archivátori munkaként közreadod ezeket, hanem újjá alkotod. Ez miben mondhatnál kicsit vikfangosan, bocsánat, hogy mi benne a Forgács Péter a Hartos filmekben, vagy a Dugás filmekben, tehát itt egész konkrét amatőrfilmes alkotókról van szó, akik magut mondján filmeztek. Hát három dolgot tudnék hirtelen felhozni. Az egyik a kultúraantropológia és a magyar elhazudott, elfolytott történelem. Tehát a polgárság, a műveltebb emberek, az arisztokrácia, a tanult munkások, a gazdálkodók, java, a Rákosi szovjet rezsim alatt, még a Galambász Szövetség is el volt folytva. Tehát ott volt a polgári világ romjai. És ez az elhazudott, elfojtott, lenyomott kultúra, ami ugye az orosz birodalom része voltunk, ez egy nagyon nagy kihívás, mert kik forgattak amatőrfilmet? Azok, akik megengedhették maguk. És az amatőrfilm és a házi fotózás, a privát fotó és a filmfotózás, az egy önreflektív naplóírás. Más, mint az verbális, szkriptuális napló, mert ott meg kell fogalmaznom. Ott ültem 2024. január, nem tudom, hanyadikán a Gáborral, és a Gáboron egy ilyen csikos pulóver volt, azt hiszem. A közönség érdekes volt, és akkor jelzőket kéne találnom, és dolgokat, amitől élővé válik az írásban. A 180-as csoport azért volt érdekes, mert elhatároztuk a szemzővel, hogy csinálunk mást. Én mondtam neki, itt vannak ezek a használt régi filmek, ő pedig akkor egy csomó elektronikus repetitív, élő kombinációt, talált egy hangzást, és gyakorlatilag a performanszok, amiket csináltunk együtt, és a 180-as csoportban szerzett zenei és film zenei. Csak gondoljunk akkor Janis Katsira. Tehát amik eljutottak a nagy közönséghez, hogy milyen a Janis Katsis. Ugye a Philip Glass zenéje, hát barom. És ahogy a kép ollások változnak, stb.
Tehát ez a zenei filmes műhely munka, ami évekig tartott a szemzővel, 84-ben kezdtük el, 85-ben már turnéztunk, és amikor jött ez a nagyszerű ajánlat, akkor tulajdonképpen már volt egy nyelvű performanszok, ahol megvágott film, az ő zenéje és szöveg. De mivel engem nagyon érdekelt az elfojtott történelem, a kultúrantropológia, a vizuális antropológia, ez a fúzió az avantgard filmhagyomány, az avantgard zene és a hiányzó, a regény. Tehát nem kérdeztem meg soha. Engedélyt kértem természetesen a felhasználásra, de nem kérdeztem meg a véleményüket. Nem hagytam a filmkészítőnek vagy a rokonaiknak beleszólást. A családi film az egy álló. Hiába happy mindenki, azért mindenütt ott van az a szörnyű, furcsa magány és hasadás. Különösképpen, hogyha a nagy történelmet nézzük, ami a háttérben van. Tehát ezek olyan családregények lettek, az első 8 darab, mondjuk, ahol a privát élet boldogsága, a film boldogsága, és közben ott van a háttérben a katasztrófa, ahogy a csónak, amiben boldogan fényképezkednek, rohan le a vízesés felé, a második világháború. Tehát a történelem összetöri azokat a kereteket, átszínezi, és ez volt az a pont, ami, tehát hogy ezek az elemek teszik filmnyelvi értelemben megkülönböztethetővé a Gábor filmjeitől egyrészt, másrészt pedig azoktól a kellemes filmektől, amit belga, francia és német kollégák csináltak, amit találtak, gyűjtöttek filmeket, André Guet, a belga frankofon tévének a rendezője, elkezdték gyűjteni az amatőr filmeket, nagyjából ugyanakkor, amikor én, tehát én 81-ben kezdtem el, ugyanezt csinálta a Kubál, csináltak filmeket, de azok mind olyan rendes dokumentumfilmek voltak. A kiállítás kezdete óta a vasárnapi a negyedik program volt a kiállított filmek között, amiken keresztül láthatóvá, érzékelhetővé váltak az elmúlt 50 év legkülönlegesebb filmes alkotásai. A tárlatot tavaly Szabó István Oszkár és Kossuth Díjas filmrendező nyitotta meg. A film képiesítése, a kép filmé alakítása oda-vissza megfigyelhető volt a tárlatban. Úgy gondoltuk, az utolsó hétvégére meghívunk két olyan alkotót, akiknek a filmjei futnak a kiállításban, viszont túl hosszúak az ahhoz, hogy itt a kiállításon belül végig tudják nézni a látogatók, ezért egy-egy beszélgetéssel egybe kötött vetítést szerveztünk. Az első ilyen szemző Tibor volt, akinek a filmje egyben a kiállítás címadó műve is, a másik pedig Forgács Péter, akinek pedig jövőre nyílik nálunk kiállítása. Ősszel önálló kiállítás keretein belül láthatja majd a közönség Forgács Péter rendező képi világát, a saját halált helyezve a középpontba, amely számos mondani valót, érzést mutat majd be a látogatóknak. A Ferenci Múzeumi Centrum szervezésében tartottak vasárnap tálatvezetést Formák ritmusa címmel. Barcsai Jenő az alkotó témája a számára örök város Szentendre. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Formák ritmusa került a középpontban múlt vasárnap Szentendrén, a Ferenci Múzeumi Centrum két kiállító terében. Újra tervezett kiállítások, tárlatvezetések várták a látogatókat a Barcsai és a Czóbel Múzeumban, ahol az alkotók életútjain, alkotási szakaszain kívül a képek új szemszögből való megközelítéséhez is kaptak útmutatást az érdeklődők.
újra látogatható a Ferenci Múzeumi Centrum Barcsai Múzeuma, ahol Barcsai Jenő munkáival, korszakaival ismerkedhet meg a látogató. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a himnuszt. Szentendrén idén két tárlattal, a Barcsai életmű mellett Czóbel Béla kulturális kapcsolataival is megismerkedhetett a közönség. A kiállításban 26 olyan alkotás látható, ami kölcsönszerződéssel érkezett, meghatározott időre Szentendrére. A Ferenci Múzeumi Centrum a Magyar Kultúra Napjához egy rendezvénysorozattal kapcsolódott, amelyben ezennel kettő darab tárlatvezetést hallgathatnak meg a Ferenci Múzeumi Centrum Czóbel Múzeumában, illetve a Barcsai Múzeumban. Mind a két tárlatvezetésen a kiállított anyagról lesz szó, de valójában úgy állítottuk össze az anyagot, hogy a kulturális kapcsolatok, illetve én Czóbelnek a tárlatvezetésén arra próbáltam odafigyelni, hogy a párizsi, illetve a magyar kultúrának az összekapcsolása hol történt meg Czóbel életművében, és ez egy nagyon sarkalatos dolog, ugyanis Czóbel valóban összekötötte a két kultúrát méghozzá indikátorként, hiszen amikor a magyar vadaknak a kiállítás sorozataiban az ő művei voltak az inspiratív források a többiek számára, akkor már ez meg is történt. Ugyanis ő Párizsban élt és Párizsban alkotott, egészen a 40-ig tulajdonképpen 1940-ig, és abban az időszakban egy hatalmas szerepe volt abban, hogy a festészet, illetve a kultúra egyéb területei is összekötetésbe kerüljenek. Többek között Radnóti és Adi verseket fordítottak franciára egy Pluton Mő nevű költővel. Erről maradtak írásos emlékeink is. És így tudtunk ahhoz kapcsolódni, hogy január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a himnusz szövegét. A FOV mozgalom, ami Matisse neve körül csoportosult, Matisse művészete körül csoportosult. Itt a kiállításon egyébként látunk egy Matisse aktrajzot is, illetve Picasso rajzmásolatokat is. Ez is ide kapcsolná ehhez a rendezvényhez. Illetve még van egy olyan kötődés, amiről kevesebbet beszélünk, és ez a Czóbel felesége, Modok Mária, akinek a műveiben teljesen egyenes Matisse hatást figyelhetünk meg, a kisméretű, de nagyon erős kompozíciójú interiőr, illetve csendélet képeken. Czóbel Béla párizsi tartózkodása alatt lassan elkezdett Magyarország felé orientálódni, nem csak azért, mert a két világháború eseményei igazán Párizsban nem tették lehetővé, hogy ott maradjon, hanem azért is, mert vágyott arra, hogy a hazai terepen is megmutassa magát, és 36-ban Lehel Ferenc barátja, aki szintén egy ilyen kétlaki művészként, illetve teoretikusként, íróként Párizsban élt. Ő idehozta Szentendrére, hogy megmutassa neki, hogy van egy olyan városka, ami Nagybányát kiváltotta, mert hogy a 20-as években ugye tudjuk, hogy kereste a helyét a magyar művészetnek az a kolóniája, aki addig Nagybányán alkotott, és 26-ban meg is alakult ez a művésztelep, és Lehel Ferenc, amikor idehozta őt, Czóbelt, akkor Modok Mária műtermébe is ellátogattak, és ott kialakult egy ilyen érzelmi szál is, nagyon lassan, 4 év alatt. Ők leveleztek, amikor Czóbel visszatért Párizsba, aztán 39-ben kiment hozzá Modok Mária is, és Modok Máriának akkor már a házassága egy egészen más okokból tönkrement. Ott volt egy sikkasztási ügy, ami a Perla Kiede férjéhez kapcsolódott. Czóbelnek már 25 táján tönkrement a kapcsolata az Izolde Dájgal, tehát hogy ők egymásra találtak, és ebből egy olyan kapcsolat lett, amikor Czóbel hazaköltözött, akkor azonnal el is vette feleségül 1940 szilveszter napján. És így kötődött aztán
Azután Szentendrézó itt is maradt, itt volt a nyári rezidenciája, és ők mindig fél évet kintöltöttek Párizsban. Ez nem egy állandó kiállítás, hanem azt szoktuk mondani, hogy újra rendezett állandó, mert az állandó, hogy Czóbel Béla, és én hozzáemeltem Modok Máriát is, és ebben a három évben Modok Mária és Czóbel Béla egyenrangú félként volt kiállítva a múzeumban. De mindig átrendezzük azért, hogy a közönségnek legyen valami újdonság, amiért bejöjjön a múzeumba. És a mai nap pedig természetesen a kultúra napjával összekapcsolódó események között szerepel. Nagyon sok olyan szál van, amit sokkal jobban ki lehetne még fejteni, és azt gondoltuk, hogy akkor kérünk egy engedélyt a meghosszabbításra a kölcsönzések terén, ugyanis itt 36 darab Szép Művészeti Múzeum Nemzeti Galéria által kölcsönadott képet látunk, és ez is azt eredményezné, hogy érdemes lenne meghosszabbítani, mert ezek a képek raktárból kerültek ki, és nem láthatók sűrűn. Ezért 25 elejéig szeretnénk bemutatni. Ha sikerül, akkor ez így is lesz. Segítséget kaptak a tárlatvezetésben a jelenlévők ahhoz, hogy milyen szögből, honnan nézzék a képeket, hogy jobban érthetővé váljon az a folyamat, ami az alkotót inspirálta festés közben. Sok információ, érdekesség hangzott el a két tárlaton, amit a Formák Ritmusa címre kereszteltek a szervezők. Ez egy nagyszerű dolog, hogy ez a kiállítás megnyílt, ugyanis sok éven keresztül nem lehetett barcsai műveket látni Szentendrén, illetve időszakos kiállításokon lehetett csak barcsai műveket látni, pedig hogyha a barcsai életpályáját végignézzük, akkor talán nincs is olyan művész Szentendrén, aki olyan szorosan kötődött volna ehhez a városhoz, mint barcsai. És nem csak személyesen, hanem a műveivel együtt, hiszen számtalan képe, számtalan munkája a városból merített ihletet és a város különböző aspektusait ábrázolja. Nyilván nem csak tájképek elsősorban, hanem barcsai is geometrikus munkák, de tagadhatatlan, hogy Szentendre inspirációs forrás volt számára. Most ez egy olyan kiállítás, ami meghatározza azt, hogy mit lehet kiemelni belőle, ugyanis a hely sokkal kisebb, mint az eredeti barcsai állandó kiállítás területe volt, ezért koncentrálni kellett egy bizonyos témára, ami tulajdonképpen a geometrikus absztrakcióról szól. Azt bontja ki, hogy barcsai a kezdeti szentendrei éveitől kezdődően, tulajdonképpen a haláláig, milyen művészeti fejlődést járt végig, fejlődési utat járt végig, és hogyan jutott el a látványgazdag, látványt viszonylag pontosan rögzítő művektől a teljesen elvont absztrakcióig. És hát nyilvánvaló, mivel ez a kiállítás koncepciója, erről kellett elsősorban beszélni. A formák ritmusa egyértelműen arra utal, hogy barcsai egész életművében jelen van ez a fajta tudatosan szerkesztett ritmus. És természetes, hogy a geometrikus absztrakció folyamatát szemléltető kiállításban számtalan helyen föl lehet a ritmust fedezni. Szép érdeklődés volt, és az lepett meg, hogy mindazok, akik a Czóbel kiállítás tárlatvezetését is végighallgatták, hiánytalanul eljöttek ide ebbe a kiállításba is, úgyhogy két múzeumot néztek végig, két tárlatvezetést hallgattak végig a látogatók. Barcsai különösen az utolsó korszakában készült képei tekintetében eléggé nehezen értelmezhető. Az ő festészete annyira elvont lett az élete utolsó szakaszában, hogy valóban problémát okoz a nézőknek, hogy hogyan fejtsék meg ezeket a képeket. Ezért én bizonyos szempontból provokálom is a tárlatvezetésen résztvevőket, kérdezek tőlük, ugyanis ezt Barcsai sugallta nekem annak idején, még amikor végig mondta nekünk az állandó kiállítását, képről képre haladva, szinte mindegyik munkájáról beszélt nekünk, hogy tudjunk tárlat vezetni az ő kiállításában, és ő is tulajdonképpen elmondta nekünk azt, hogyan lehet ezeket a képeket megközelíteni. Végül is nem feltétlenül
szükséges az, hogy visszakövessük azt, hogy milyen folyamat zajlott le az élménytől a kép megszületéséig. Nem kell visszakövetni a kép láttán az eredeti élményig a gondolatot, hanem elő kell hívni a saját élményeinkből azokat az elemeket, amivel meg tudunk közelíteni egy akármilyen elvont geometrikus hangulatú képet is. És akkor kinyílik a kép, és értelmezhetővé válik, vagy érthetővé válik. A különleges napra átrendezték a kiállítást. Új látásmódból más képeket fókuszba helyezve ismerhették meg a magyar és francia kulturális kapcsolatokat a jelenlévők. Mindenki kapcsolódik a művészethez, ha tud róla, ha nem. Keresztanyám festőművész volt, és hát az én nagyszüleim Újpesten, ahol nagyon sok festőnek volt a műterme, ők támogatták ezeket a festőket, tehát a maguk kis mecénási módján. De ez egy fontos dolog, hogy az ember a művészetben is éljen, és legyen egy ilyen párhuzamosnak tűnő világa és dimenziója, hogy az élete teljes legyen. Én úgy gondolom, hogy akárhányszor megnézzük ezeket a kiállításokat, mindig hallunk valami újat, mindig meglátunk valamit, amit eddig nem láttunk meg, és ez csodálatos dolog. Barcsai kiállításon nagyon érdekes volt, hogy a beugró vezető, aki csodálatosan ismeri a témát, mennyire tudja ezt az életművet időben és fejlődésében követni és bemutatni, és ezáltal teljesen átadni nekünk, amatőr szemű embereknek, hogy mégis lássuk azt, amit ő lát, és képesek legyünk látni azt, amit látunk, merjük meglátni ezekben a képekben azt, ami nekünk szól, ami a mi lelkünkön keresztül eljut a szemünkben az agyunkba. Nagyon érdekes Szentendrét valaki másnak a szemén keresztül látnunk. Most pont ahol vagyunk, itt a szentendrei képek vannak, hogy képződött le a szentendrei látvány, a benyomás, most éppen Barcsai szemén keresztül valami alkotássá, amihez mi is kellünk, mert mi látunk benne valamit. Ez egy nagyon nagy élmény, örök élmény szerintem. A figurális festészettől elrugaszkodva a geometrikus abstrakció felé fordult utolsó alkotói korszakában Barcsai Jenő. A téma a számára örökváros Szentendre. Csak a formavilág, a látásmód, az ábrázolásmód változott, aminek befogadásához a látogatók a tárlatvezetésben kaptak segítséget. Nekem is és a páromnak is nagyon csodás az, hogy itt Szentendrén ez nekünk megadatik, és amit lehet, kihasználunk. És járjuk a különböző kiállításokat, zenei eseményeket. Tegnap a Művészetmalomban voltunk, ott filmről volt szó, ma is megyünk a folytatásra, hát éljük a nyugdíjasok laza életét, és hát megszerezzük ezt az örömöt magunknak. Hát nekem most Barcsai nagyon elementáris élményem volt. A Czóbel házban a sok kiállítást a Mulai Brigittával már voltunk tárlatvezetésen, ő számomra sokkal ismertebb az ő életműve. Ott Modok Mária az, ami nekem nagyon jó, hogy több mindennel meg lehet ismerkedni az ő képei közül. Barcsai az nekem eddig egy ilyen távoli, nagyon professzoros valaki volt, és itt meg hát közel kerülhettem hozzá. Igen. Ha jól értettem, akkor ön szentendrei, hogy... Hát már hosszú ideje szentendrei vagyok, több évtizede, de újpesti vagyok egyébként. Igen. Akkor végül is szentendreiként. Igen. Mit jelent önnek, hogy ennyire, tehát a művészváros
mai napig elmondható, hogy művészváros, és hogy ilyen művészek kapcsolódhattak ehhez a városhoz. Bizony, Vajda is nagyon. Őt is nagyon-nagyon szeretem. Hogy mit jelent? Mit jelent önnek, mint Szentendrének, hogy Szentendrén lakhat, ahol ennyire, tehát a művészváros kifejezés még napjaink. Igen, igen. Hát azért az az igazság, hogy én elsősorban nekem Szentendre a gyermekeimet jelenti, akik már felnőttek természetesen, de és az alatt, az idő alatt, amíg ők kicsik voltak, az alatt én csak így tapogatóztam a szentendrei kulturális értékek körül, de amióta megengedhetem magamnak, azóta topzódok benne, és nagyon-nagyon élvezem. Folyamatosan látogatható mindkét tárlat a Ferenci Múzeumi Centrumban, ahol a többi kiállítótér programjait is érdemes figyelnie a közönségnek, ha igazán változatos programon szeretne részt venni Szentendrén. Adásunk végén következzen hétvégi programajánlónk. Szombaton Lakival, a terápiás kutyával ismerkedhetnek meg azok az általános iskolások, akik ellátogatnak a Hambas Béla Pest megyei könyvtár Szántó Piroska termébe. Az okos ebés gazdája a felelős állattartás rejtelmeibe vezeti be az érdeklődőket. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Érdeklődjenek a Pest megyei könyvtár honlapján a részletekről. Adásunk végén megköszönöm figyelmüket, és jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!